Zubi Tomi átlagos méretű kisgyerekként született, 22 évvel később azonban már a 216 cm-t súrolja, ezzel ő a legmagasabb labdarúgó az országban. A hétköznapokban sem könnyű égi meszelőként élni, a dunai városi srác 50-es lábára például nem könnyű divatos cipőt találni, és a magassága is gyakran okoz nehézségeket. Ugye egy átlag ajtó, mitten 2 méter körül van, 2 méter 5 cm, bőven 210 fölött vagyok, szóval mindig mindenhova így megyek. Néznek már az utcán is. Ja, a nagypályás focival 244 cm magas a kapu. Tehát ott is azért neked, hogyha jönnek a lövések mondjuk ugye a fejed fölé, akkor ennyit kell körülbelül csinálni. Igaz? Igen. Könnyen megvan. Ugye mondtam, hogy kéziben nem volt ilyen balesetem fejbeveréssel, viszont foci kapuban volt. Volt egy ilyen beívelés, talán oldalról adták be, akkor felugrottam érte, de mint hát kicsit elszámoltam, mintha meglettem volna bökve. Utána nyúltam, és akkor paf, pont a keresztre. Hárja, most meg is nézzük egymás mellett, jó, hogy igen, most látjuk, hogy mekkora nagy a különbség, igen. Gondolom, hogy azért így amikor focizol, akkor gyakran meccsek előtt így oda mennek hozzád, hogy... Igen. Parancsolj, mármint, hogy hoppá, ilyen magas kapust azért igen, igen, már bemelegítésnél ugye kiszúrnak, meg hát amikor ugye megyünk be a pályára, a középkezdés, ugye feláll a két csapat, akkor ott, amikor sorakozik a 11-11 játékos, na, akkor szoktak észrevenni, hogy Jézusom. Na, hát tudjátok, hogy nem vagyok a szavak embere. Azt tudj! Hát, gondolom, azért mindannyian vártuk ezt a napot, és azért nagyon szépen megköszönöm mindenkinek. Moson Szent Miklóson vagyunk, és a helyi csapat kihívott minket egy Teke bajnokságra. De hát azért megpróbáljuk a legjobbat kihozni magunkból, és hát hogyha holnap a foci bajnokságon nem verjük meg a helyieket, legalább itt Tekében megpróbáljuk. Trollfoci futballtorna lett, kérem szépen, a srácok azok nem sokára játszani fognak, egész pontosan 3-4-10-kor. Kérlek szépen, most indultunk el a szállásról, és megyünk a Moson-Szent Miklósi pályára, ahol is kezdetét veszi hamarosan, pontosabban már kezdetét vette a nyári kispályás torna. Csapataink harcban állnak, a kormány a helyén van. Nem, egyébként melegítenek már a srácaink, reméljük valami jó eredményt össze tudunk szedni, nem úgy, mint ahogy szoktuk. Úgyhogy szakíthatnánk azzal a jó hagyománnyal, hogy mindenkitől, vagy se a csapatok többségétől kikapunk. Meglátjuk, mi lesz. Az a helyzet, hogy végignéztem a brigádon az előbb, komolyabb boccokkal azért nem rendelkezünk ma. Hogy vagy, Norbika? Rosszul. Miért? Mi van? Megsütött a nap? Igen. Napszúrás? Igen. Úgy érzem, hogy nem tudok ma védeni. De megpróbálok. Hát nem akarnám megalázni a többieket. Játszanak a fiatalok majd a végén. Végén mindig a szokásos báz. Persze, eldöntöm a meccset, ahogy szoktuk, mint régen. Az új kapusunk, Tomi, szevasztolj! Szia, örülök! Hány éves vagy? 15 vagyok, uram. 30-nak nézel ki, cula? Ő az új kapusunk, ennél nagyobbat nem találtunk már. Kerestünk, de 217-nél így megállt a történet. Ugye kapust játszolsz, figyelj, fölfele azért nem kell nyújtózkodnod. Oda nem. Oldalirányba meg, hát csak kirakod a kezed. Megpróbálom majd.
a lábak meg a kezek hosszúsága is eléggé rendben van. Igen, remélem a védelem jól fog muzsikálni előttem, és akkor minden rendben lesz. A múlt a rendelkező kezdőcsapatot küldtünk a pályára. Imádom. Ott van a hegy. Igen, ugye, mert trónokharca sorozat véget ért, úgyhogy kellett neki pénz is hozzánk. Hello, big brother. Csani, erőd! Magacságot választottam. Jóan! Én adom taktikát közben? Nem volt bent! Igari, szép! Na! Úgy van! Szép volt, Lóri! Én tudok cserélni! Bement. Gólvonalon túl volt a labda. Mindig vezet a csapatunk. 1-0-ra. Ami tök jó. Másik tartani kéne ezt az eredményt, mert szeretjük azért az ilyeneket kiengedni a kezünkből. Jó erőben vagyok, jó formában, alig várom, hogy itt is pályára léphessek. Úgyhogy minden rendben lesz. Na! Ketten vagytok! Na! 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 Mi van, Geci, mi van? Mindent elmond egy csapatról, úgy gondolom, amikor a vékonyúl a legjobb játékos a mezőnbe. Ennyit szeretnék a torna színvonaláról. Köszönjük szépen, Angyala is! Szép volt benne, Dani! Jó! Jó! Felfoghatatlan, nyert a csapat 2-0-ra ráadásul. Jó, mondjuk ezt tegyük hozzá, mint az előbb ugye már elmondtuk, hogy a ellenfélnek sikerült azért gólt lőni, amit nem adtak meg, de még hogyha megadták volna, akkor is jók lettünk volna, hogy a 2-1-je. Ennyi, hát ez nem kell most többet hozzáfűzni, végre nyert a csapat. Azért van ebben a fiúkban tudás, tehát hogyha akarnak, akkor tudnak. A taktika, amit az... Fogalma nincsen! Mindenkinek jár 100 darab tojás! A tojóház ZRT felajánlásával. Hajrá! Lejárt szabatosságú percenre! Lutkán! Rád tojás! Mindig! Peregjé fel! 2-1! Okából megoldom, hát én nem akarok lesérülni. A lányok ellen fogunk játszani, úgyhogy ha valami, akkor a győzelem ezen a meccsen szerintem elvárható. Én 6-0-ás eredménnyel lennék elégedett. A pszichológiai hadviselés. Dominika, kérj egy cserét! Menjél le! Kérj egy cserét! Baszd meg, ne így vett! Jó, szép volt! Úristen! Miért kell elbócskodni? Ez nem rossz van. Lóri! Gyere le, Lóri B! Gyere le! Jó! Úgy mondod. Jó! Magát is vittem el? Fröli? Ó, de jó lett volna, Isten. Mi jó? Szalag. Ott. Boka. Meghívtak a válogatottba, a magyar válogatottba. Aztán, hogy léptem fel a vonatra, mentem fel Pestre, ott a bokám, hogy darabokra, teljesen darabokra. Pedig aztán ennyivel másabb lett volna innen. Csodákat műveltünk volna. Az biztos. Most meg itt. Végül. Csapatnak megy. Hát jó, most. Mondtam a kiskerónak, hogy okosan csinálgatsz a dolgait, ahogy én régen, vagy maga. Hát az fantasztikus volt, szóval azt nem felejtem el. Emlékszik, amikor 400 ember kimolt falu napon a meccsünkkel? Úristen. Emlékszik, amikor luktam a 11-est? 20-ra. Bekötött szemben? Sarokkal. Két kapusra. És megmondtam, hogy hová rúg. Ezért volt meg a nagy futballista. Hát, elment az idő. Uraim, akkor a következő mérkőzés. Elvileg nincs tétje, de azért jó lenne, hogyha behúznánk. Alapfelállás akkor marad a 4-4-2. Te, Gyuri, kispályán vagyunk. Mi? Kis
Amit elvárunk mindenkitől, hogy kapufát nem rúgunk, abból kontra van. Guruló a labdában nem fejelünk, Csani. Húzzátok szét, viszont szűken kell maradni. Gyors, rövid passzokkal operálunk. Mindenki találjon embert. De hol keresünk? Találj embert, figyeljél. De hol keresünk? Áragudjon, mondom, kicsoda. Ki a passzom? Szilukám a szélén, hogyha meghúzkodjuk, akkor ne a kapu mögé próbáljuk meg a beadásokat, jó? Igyekszem, mester. Köszönöm. Jó, menjünk. Ezzel a dolog. Voltak biztató momentumok, amit le lehet építeni. Ez a szirán! Ott szerint! Fáj! Ugye már tovább jutottunk is, a fiúk így azt hiszik, hogy ezt nem kell megnyerni. Nem menjünk bele! Ha meg akarod összeveszni. 9 pontot szeretném tovább jutni. Azaz! Ez egy... oda fogunk tenni hozzá. Gratulálni fogok a szar játékához. Nagyon szar volt. Amikor egy játékos megmondja, és nem kell neki megmondanom, hogy... Az a Szilárd! Szép! Ott van! Hero! Hero! Buri! Hero! 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 Mi a faszat fújj már le, bazd meg! Mami? Jaj, ott van! Csadi, állj meg! Ott egy ember! Bravo! Mercedes! De Pesto vagy! Budapest felé! Nem fog elmenni, Veri alá! Ezt mondom, hogy Veri alá! Miről beszélek, Történt egy nagyon sajnálatos esemény itt a harmadik csoportmeccsünkön. Az egyik játékosunk, amit összeütközött az ellenfél egyik spílere. És elég szerencsétlenül esett, nem tudom mi lehet a gond, de nagyon fekszik és nagyon fáj neki. Valószínűleg nem tört el, de hogy ott valami kifordult, az tuti. Reméljük, hogy nem történt nagyobb gond, és hogy gyorsan felépül a srác. Innen egyébként jobbulást kívánunk neki. Sajnálom, nagyon basszus, de... Benne van a futballban, basszus, benne van sajnos. Nyolcad döntőt játszunk, éppen az ellenfél... Elődöntőt játszunk. Visszatérve, mondom, nyolcad döntőt játszunk. Elődöntőt játszunk. Elődöntőt játszunk, az ellenfél nem tudom milyen játékerőt képvisel. Miért hazudni? Vedd újra, komolyan. Elődöntőt játszunk, úgyhogy nagyon nagy tétje van a meccsnek. Meg kellene nyerni, hogy a döntőbe jussunk, és utána a győzelmet... Nem kell megnyerni. Dehogy nem, minden meccset meg kell nyerni. Az ellenfél nem tudom, milyen játékerőt képvisel. Itt egyébként mindenki azt mondta, hogy kikapunk, stb. Igen. Szerintem az lesz, hogy a Csani seggéről lepattan a labda is. Az ellenfél Ausztriában játszik, az összes játékos. Ja, hogy Ausztria, nyugaton játszanak. Szóval ki fogunk kapni, mint a szart. De ez már nem a mi szintén. Kapus, inkább azt kérdezem, hogy 4-2-17 cm. Földön! Szép! Szép! Nyomjuk! Tezzel! Cigari! Mennyibe! Szép! Az a Jóska! Jóska, ne! Nem kell, bazd meg! Nem kell a fixlag! Jók vagyunk eddig! Jó. Ez a szíru! Sima! Ne engedjük már! Az meg, faszomat! Nem baj, nyomjuk tovább! Nem megy el! Úgy van! Hárman! Hárman vagytok!
Ott van, Keci! Még egy villanás! Zsirú! Jó! Bazd meg! Szilárd élete meccsét játszott. Ugye egy-egy az állás, szerintem egy kicsivel jobbak vagyunk. Bazd meg! Kéne nyerni. Jó, nem baj! Egy ügyet van, mit tudsz tenni. Becselők, én voltam az egyetlen kb. Aki azt mondta, figyeljétek meg, megnyeri. Mindenki mondta, ne, hülye vagy, úgyis kiesünk, megyünk haza. Te is azt mondtad. Ugyanezt mondtam, viszont a Vékony úr és a Vanya azt mondta, hogy hozzam le a családot. Első percben, az első percben. Csani fönnmarad. Így van. Jó, de szakvezető? Gógyi. Szakvezető? Remélek, apa. Ferikám, 3 gólt lőttél, milyen érzés? Anyádot, bazd meg, én is meglepődtem. Kocsmába kényelmesebb volt, de tovább jutottunk, ennyi. Te döntötted el a mérkőzést? Nem, ez a csapatmunka volt. Tökéletes passzok. Elvitte az embert a szabadrugás, nem üres volt a hosszú. Ennyi, bazd meg, csapatmunka. Hát azért, te vagy a Cristiano Ronaldo? Nem. Várjál? Azt mondták az első percben, hogy hozzalak le. Mondom, nem, a család faszáról bepattan. Ennyi, bazd meg. Még hogy most is ült az oda. Megvettem az izzadságodat, ne haragudj. Egyenes kiesés van most már, ugye, hogy az előző meccsen is. Nagyon remélem, hogy a srácok behúzzák. Nem fogják. Arra most nem hallják, most mondtad, hogy... Nem fogják behúzni. Az ellenfél full profi labdarúgó, megy egyes. Előzők is az úr. Azt mondta Vékony Balázs, hogy vigyázzunk, nehogy a taktikánkat az ellenfél ellesse. Hajj! Kérem, még a végébe jutunk az elődöntőt. Bori, menj valami! Hé! Oldani Szilárd! Ott az ember! Egyszerűen nem találok szavakat, már így nem hiszem el. Ilyet még nem éltünk át egy. Nem. Adrenalin az kb. A fülemen folyik ki. Persze kis szerencsénk is volt, de azért nem oda tettük magunkat elég erősen. Jó csapatunk van. Végre. És elég sok minden kering bennem, de én úgy érzem, hogy ez megint jól sikerült torna volt. Nagyszerű 32 csapat mérte összetudását. Nagyon jó csapatok voltak, nagyon jó csoportmérkőzések, egyenes kieséses szakasz döntők, úgyhogy maximálisan meg vagyok elégedve a tornával. És nagyon örülök az, hogy például a Profoci osztás csapata is történelme először a negyedik helyezést ért el, legjobb 4-be volt. Mondom, hogy 32-ből a legjobb 4-be végezni, az csak öröm lehet. Úgy kerültem ide, hogy az egyik barátom Paksról, vele már 4 szezon óta együtt játszunk, meghívott, illetve hát beprotezsált, meg a srácok is úgymond felfigyeltek a magasságomra, és akkor így meghívtak erre a tornára. Rázad! Aki ugrál, mint fekete, hey! Hey! Aki ugrál, mint fekete, hey! Hey!
Angyal Lajosnak is köszönjük ezt a nagyszerű tornát, meg a csapatunknak, és Zorbán Szilárdnak, aki szerintem a csapat embere volt. Na, ha tetszett a videó, srácok, akkor itt az alsó sarokban feliratkozás gombra kattintsatok rá, mellett a harangocskára, jövő héten találkozunk ugyanitt, ugyanezzel a csatornán. Sziasztok!